Ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési megállapodást pénteken a Nagykörösi Református Egyházközség, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem. A felek a megállapodásban rögzítették, hogy a szakmai gyakorlatokon túlmenően támogatják egymás oktatási és kutatási programjait. Közös szakmai rendezvényeket szerveznek a pedagógus és hitéleti képzések támogatása és fejlesztése érdekében. A tanulók, a hallgatók és a mentorok hármas egységében valósul meg ez a társasrelkületi együttműködés. Szinte hárman egyé lesznek a folyamatban, és nincs kényes kérdés, mindent lehet kérdezni a tanító, óvópedagógus jelöltnek, és természetesen a gyerekeket is úgy vonják be ebbe a folyamatba, hogy tanulmányozni tudják a gyerekeket. Dr. Papp Ferenc, a Károli Káspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karának dékánya beszédében kiemelte, a végzettek jellemzően a képzőhely régiójában helyezkednek el. Ezért a képzési portfólió fejlesztését a régió igényeinek megfelelően kívánják bővíteni, amiben a nevelés tudományi képzés is fontos szerepet kap a jövőben, így az egyetemisták nagy körösön szerezhetik meg gyakorlatukat. A pedagógus képzés, akadémiai képzés, tehát egyetemre járnak a hallgatók, viszont az első pillantófogva ott van a pálya alkalmasságnak, a pálya részleteinek a megismerése. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy végig kísérje azt az elmélet és a módszertani oktatást, hogy ott vannak és látják, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. Hogyan egy kisebb, nagyobb óvodai csoport, egy általános iskolás csoport hogyan működik, és azt az elméleti tudást, vagy azt a szaktudást, amit megszereznek, azt át is tudják fordítani. Az együttműködés olyan további előnnyel is járni fog, amely az óvoda 200, valamint az iskola 500 fiataljának férőhelyét tudja majd bővíteni. Ez a megállapodás lehetővé teszi azt is, hogy nagyobb eséllyel, jó eséllyel, pályázzunk iskola bővítési forrásokra, hiszen most már olyan sok tanulót tanítunk, nevelünk, oktatunk az iskolánkban, hogy szükségessé vált az iskolánk tantermekkel, szaktantermekkel való Bővítése. Az elmúlt évek szakmai együttműködését tehát a mostani megállapodás új alapokra helyezi, tartalmát megújítja, és a köznevelési intézményt a keresztény pedagógiai fejlesztések hangsúlyos pontjává teszi.